Győzelmet aratott a labdarúgó Szuperliga 12. fordulójában a Sepsió SK. Az FC Hermannstadt otthonában 4-0-ás győzelmet aratott, amivel a 9. helyre lépett a tabellán. Magabiztos 4-0 arányú győzelmet aratott Nagy Szebenben a labdarúgó Szuperliga 12. fordulójában a Sepsió SK. Valentin Szucsú kihagyta a csapatból Nicuj Rolandot, aki helyett Gyenge Szilárd állt kapuban, valamint a Fecsészébé ellen sokat hibázó Alimit. Korosztályos játékosként Omar Elszávi kapott lehetőséget. A húzás bejött. Elszávi a 14. percben Dumitrescu beadását a hálóba fejelte, aztán ugyanő a 41. percben gólpaszt adott Stefánnak. A második félidőben a hazai gárda megpróbált megújulni. Az 55. percben be is talált, de hosszas videózás követően érvénytelenítették a találatot. Cserélt az OSK is, a frissen beállt Neskovics pedig büntetőt harcolt ki, ezt a szintén alig pályára küldött Alimi értékesítette. A hosszabbítás perceiben ugyancsak Alimi indította Neskovicsot, aki megszerezte a csapata 4. gólját is. Olyankor, amikor a dolgok nem úgy működnek, ahogy mindenki szeretné, ahogy én is szeretném, valamit vagy valamin kell változtatni. Módszeren, edzési módszeren, kerettagokon, első 11-be való szerepcseréken, ezen a mérkőzésen mondhatom, hogy megértette mindenki, hogy mi a dolga, és teljes mértékben alkalmazták is. Örülök annak, hogy az újonc játékosok, vagy az új játékosok, akik pályára léptek, hozták azt a pluszot, amire szüksége volt a csapatnak. A győzelemmel a háromszéki csapat a 9. helyre tornázta fel magát, a bajnokságban 2 hét szünet következik, az OSK legközelebb október 19-én lép pályára, amikor hazai pályán fogadja az aradi utát.